Szilárd, aki azért került ide ebbe a legjobbak a legjobb helyen című rendezőbe, mert ő is a legjobbak közé tartozik, és a legjobb marketingesnek tartom én, meg a feleségem, tehát így kerek, és így esett a választásunk a Gézáról, mert láttuk már a munkásságát, például Hernán Szent Andráson, vagy Bio Szent András varázsolt abban a kis faluból, és most megszületett a képviselőtestületi döntés, és megbíztuk a Gézát és az ő cégét, a vállalkozását azzal, hogy egy kommunusnak egy egységes arculatot, egy márkát építsünk föl, hozzunk létre egy egységet, mert már megtettük a regionális egységet az MPD-hegyi termékkel, itt vannak már az alapvető termékeink, amikor láthatunk itt az asztalon. Most az a fő feladat, hogy legyen meg a kommunuskai arc, legyen meg az, hogy ha a kommunuska, akkor eszébe jusson bárkinek Miskolcon, vagy éppen a világ másik végén, hogy hol is van ez a kommunuska, és miért is érdemes a kommunuskát, a kommunuskai dolgokat szeretnék kedvelni, és hogy átszadom a kultúrizem a feladatot. Először is picit helyesítenék, tehát mi elsősorban nem marketinggel foglalkozunk, tehát a marketingnek egy több olyan elemét nem érinti a tevékenységünk, a piac szervezés, stb. Mi kifejezetten márkaépítéssel foglalkozunk, és miért is fontos, ezt ott kezdeném, hogy miért is fontos a márka. Tehát a márka ez egy olyan lépcső, amikor azt lehet mondani, hogy a termékből, egy áruból, ami egyébként névtelen, hangtalan, stb. Lényeg valahogy beazonosítottá válik egy termék, egy szolgáltatás, vagy bármilyen elem. Ez nagyon érdekes, hogy lényegében ez a márka felfogás, és hogy onnan származik a márka, vagy a márkázás, az lényegében jellemzően nem is nagyon változott, hogyha azt vesszük. Tehát úgy keletkezett lényegében a márkázás, hogy abból a fogalomból ered, hogy amikor voltak a farmerek vagy marhapásztorok, és azok a lényegében a billogot belesütötték az állatnak a szőrébe, testébe, akkor ezt nevezték lényegében márkázás, a brandingelésnek, ami lényegében ez a beégetésről szólt. És ez nagyon érdekes dolog, mert egyszerre két ilyen ma, hogy mennyire nem változott semmi, hogy lényegében erre a két elemből áll a márkázás, és az egyik az, hogy létrehozok egy jelet, meg létezik egy a termék. Tehát ami egyébként, hogyha megnézzük egy ilyen, tegyük egy tehenet, akkor meg tudjuk beazonosítani valakinek a tehene éppen, ahol sétál, az a birtokhoz tartozik. De nem tudjuk beazonosítani, és akkor megjelenik a jel, a birtoknak effektív a jele, és ez jelenik meg nyilván ezen a billogon is, és utána beütik ezt, vagy beleégetik a tehénbe, és akkor mi történik? Lényegében annyi történik, hogy hirtelen valóvá tartozik, beazonosítóvá válik, és lényegében ezáltal a jel segítségével mindenki számára egyértelművé tevődik, vagy válik, hogy kinek a birtoka a tehén, vagy melyik birtokhoz tartozik. És utána pedig ezt el akarják mélyíteni azzal, hogyha már sok tehénnel látják ugyanazt a jelet, akkor azt mondják, hogy el is mélyül az a jel, és egyébként, hogyha ezekkel, és akkor menjünk tovább, tehát hogyha ezek a, és le is mondjuk a háttérkövetkeztetéseket, tudjuk, hogy az a birtok, aminek az a jele, és ezek a termékei, azok visszafelé is meghatározza már a márkát ez a beazonosíthatóság, hiszen aki vásárol, vagy valahol ezt a tehenet értékesíteni akarják, akkor azt mondják, hogy igen, tudjuk, hogy ennek a gazdának, vagy ennek a területhez tartozó tehenek, ezek ilyen minőségűek, ennyi tejet adnak, ilyen apusuk, stb. És onnantól kezdve lényegében, amelyik tehénen ez a jel fönt van, onnantól kezdve az nem csak beazonosítható, hanem valamilyen tekintetben az értéke is fölmérhető. Tehát nem végig a tehenekről akarok beszélni egyébként, azért ott van ez egy érdekes példa, hogy ez mennyire nem változott maga az attitűdje a márkaépítésnek, hogy és lényegében ugyanígy tartunk most is. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdünk mondjuk egy márkát építeni, akkor hogyan jutunk el addig, hogy ez a megvalósulásig, és nyilván nagyon sok ilyen márkaépítésben vettünk részt, úgy település szintű, mint konkrét kereskedelmi márkák építésében, egészen a névtől a kivitelezésig, vagy a vizuális megvalósításig. Szerintem az mindenki számára elég tanulságos lehet, hogyha elmondom, hogy mik szoktak a fő problémák lenni,
vagy hát önök is, hogyha mondjuk hasonló helyzetbe kerülnek, vagy már kerültek, akkor mi az, ami talán segítheti ennek a terméknek, ami lehet egy önkormányzat, lehet egy település, vagy lehet a konkrétan egy áru is. Először talán a definiálását. Nagyon sok probléma általában ebből adódik, tehát hogy a terméket magát, amit el akarunk adni, vagy értékesnek, vagy csak megismertetni a külvilágon, rosszul definiáljuk, pontosan sehogy sem definiáljuk, vagy valamiféle mintákat követünk, és ahhoz kéne hasonlítani, stb. Ilyenek. De hogy lényegében az alapvetések nem történnek meg, és ebben talán pár dolgokban szeretnénk segíteni, hogy mikor kezdjük el ezt a munkát. Ez mondom, mindegy, hogy egy termékről, vagy egy nagyobb egységről, településről van szó. Először is vannak nagyon iskolásnak tűnők, de mégis nagyon szemléletes és nagyon gyorsan célra vezető példák. Tehát megkérdezzük például, megrendelik tőlünk a munkát, és elkezdünk beszélgetni. És akkor először is, és erre már voltak vicces példák is, hogy először is megkérdezzük, hogy szerintük, mondjuk, hogyha van egy testület, vagy akár egy cég is lehet, és megkérdezzük, hogy jó, de akkor ez, amit nekünk meg kell csinálni, ez milyen autó. És akkor nagyon érdekes helyzetek tudnak kialakulni, ott ül 10 ember, évek óta dolgoznak ebben a dologban, és akkor megkérdezzük, hogy az az ő szolgáltatásuk, településük, vagy egyáltalán termékük, az milyen autó, akkor tök érdekes, hogy nagyon sokszor az esetek nagy részében nagyon heterogének a válaszok, tehát minőség tekintetében, pozíció tekintetében. Valaki azt mondja, hogy Suzuki van, az Audi, Ferrari, tehát minden elhangzik ugyanazon a csapaton, ugyanazon a márkáról beszélünk. Akkor érdekes lesz, hogy elmondom, hogy akkor képzeljük el azt az autót, ami kijön majd a gyárból, aminek Ferrari kormánya lesz, és akkor a karosszér a Suzuki lesz, és aki lesz benne egy BMW motor. Tehát ebből a definiálásnak a hiányából, és nagyon fontos, hogy az egyeztetéséből, mert az egyeztetésről beszélünk, hogy akik ezt a dolgot működtet is létrehozzák, ők tudják-e, hogy mit építenek. És akkor ilyenkor nyilván megpróbáljuk összetésülni a lehetőségeket, hogy pontosan milyen autó is lehet, amit egyébként egy holisztikusan, tehát egy átfogó gondolkodással valóban meg is valósítható, és akkor elkezdjük fésülni, vizsgálni, hogy ki miért mondott Audit, stb. Nyilvánvalóan, hát ez a korszerű autóépítésnek a halála lenne, hogyha ilyen autó jönne, már gazdaságilag is. Ez egyik, és akkor ezt elkezdjük kezelni, és akkor talán ez sikerül is. Ez nagyon érdekes, mert miért fontos az autó például? Egyrészt nagyon szemléletessé teszi azt, hogy milyen értéket képviselünk, hova szálljuk azt az autót. Tehát, hogy elkezdjük, hogy most mi egy Audi vagyunk. Akkor azt mondjuk, hogy mennyi az ára a piacon, mi a termékkörnyezete, a termékkörnyezetben milyen árakkal lehet még értékesíteni hasonló szolgáltatást vagy terméket. Mit kell ahhoz tennünk, hogy ez valóban Audi legyen, és stabilan ezt a minőséget fel tudja tartani. Hogyha ez egy ilyen minőség, akkor mennyire kell tudnunk értékesíteni. Meghatározza a terméknek a kiválasztás, vagy egy ilyen autós hasonlat. Hogyha mi egy Audi vagyunk, akkor nézzük meg, hogy mik azok a kommunikációs elemek, amik egyébként az Audi volt hirdetne. Ő hirdetne abba az újságban, vagy feladne apró hirdetésbe egy hirdetés, hogy eladó vadonatúj Audi, nem tudom, 15 millióért, és ezt meg ott keresné a vásárló. Méltó lenne a márkához az, hogy a kommunikációnak az attitűdje, vagy az eszközei. És akkor ez azért nagyon sok mindent tisztáz, amikor elkezdünk dolgozni, nagyon sokszor valóban a megrendelőben is. Meg nagyon sokszor a szervezetben is, hogy valóban mindenki tudja azt, hogy mit építünk. Mondjuk egy érdekes példa, hogyha ez nem elég átfogó, akkor effektíve egy elemen is borulhat az egész sztori. Például azt mondjuk, hogy van egy szálloda, ahol tök jól éreztük magunkat, nagyon-nagyon drága volt, stb. De azt gondoljuk, hogy arányos, mert előre tudtuk, meg jót tettünk, jót ittunk és jót aludtunk, és egy picit túlcsordult a pohár este, és reggel azért aludnánk még 6 órakor, és akkor, de mégis egy nagyon drága szállodába oda jön a takarítónő, és elkezd 6-kor a fejünk mellett porszívózni, és akkor hát nem érezzük magunkat. Addig minden jó volt, mindent elfogadtuk azt a relációt, amiben voltunk, sőt, örültünk neki, és mi történt? Egy valakinek nem mondták meg, hogy ez nem az a szálloda, ahol 6 órakor lehet a vendég, a másodos vendég fejjel mellett porszívózni, és lényegében egy ilyen ellen már fölborította azt a egységet, amin egyébként nagyon-nagyon sokan dolgoztak odáig, tehát és szervezettel. Tehát nagyon fontos érdekelni az, hogy ez a márkának a definiálása és ezekből kialakult célok, azok valóban kiterjesztődjenek effektíve mindenkire, aki a márkát működtetni. Nagyon érdekes másik elem az, amikor azt mondjuk, hogy kérdezzük a cégtől, hogy
jó, de hogy mi legyen a magatartás. Most arról egy csomó más dolgokról beszéltük, és azt mondjuk megint csak kicsit ilyen szemetes példával, megkérdezik, hogy mi legyen, cápa vagy delfin. És akkor először mindenki többnyire a delfin mondja, de már volt olyan eset, amikor nem egy településsel kapcsolatban, hanem egy konkrét termékkel kapcsolatban, hogy beszéltünk másfél-két órát az ügyféled, és akkor mondta, hogy természetesen delfinát ismersz, meg ismerd a céget, stb. Jó, delfin, elfogadtunk, úgy mentem haza, vagy úgy mentünk haza, és egy másfél-két óra múlva jött a telefon, azt mondta, figyelj, gondolkodtam, cápa legyen, annyi pénz van ebben az egész, hogy cápa legyen. Tehát hamarabb, gyorsabban, széletörőben akarom mindazt, és engem alapvetően most a cápát nem akarom elvezni, mint az autókat, de mondjuk az inkább legyen tiszteljenek, legyen célatörő, nem akarok sallangokat, én engem nem követelhessenek, de az a termék ez nem a szeretetről, hanem a hasznosságáról és a céljairól szól. És amikor ezek mind megvannak, akkor elkezdünk dolgozni. Amikor ezek az elemek kialakulnak, vagy ezek az attitűdök, akkor egy csomó úgymond ilyen magatartás, vagy attitűd szavak is kialakulnak ezzel kapcsolatban. Ez nagyon-nagyon fontos, mert mondok egy egyszerű példát, mondjuk van egy ház, amit egyébként a település, egy közösségi ház, amit felépít, vagy egy tér, amit létrehoz, amit most burkolnak, vagy valami hasonló. És akkor oda megy az építész, és akkor elkezdi tervezni, és akkor hát minden, itt a csatorna, minden fog menni, és tök jó lesz, mert a ház is föl fog épülni, és még jó áron is fog működni az építkezés. Igen, de mit mondunk az építésznek? Tehát azt mondjuk az építésznek, hogy legyen szép a tér. Hát tudjuk, hogy ez a szép, mint olyan az erős relatív fogalom, kinek mi meg. Hát nem tudjuk. Akkor megint oda visszatérünk, hogy mi a mi márkánk, mi az, ami a márkánkat erősít, és azonos velünk, tehát tudjuk képviselni. És akkor mondom, visszatérve megint, jönnek az ilyen magatartás, vagy attitűd kifejezés, akkor azt mondjuk, hogy megpróbáljuk definiálni a márkát úgy is, hogy mi az, amit mi sugallunk. Nem mindenki ugyanaz sugallja. Tehát mondom egy példát, hogy nem mindenki számára, és itt már differenciák vannak, nem ugyanazok az ilyen típusú értékek. Tehát teljesen más mondjuk, hogyha New York akarja magát definiálni, ő nem azt fogja, hogy kedves, barátságos, meghítsatos. Nem ezek az ő erényei, viszont, hozzunk ott a nagy város, szép macsokat, Perzső kutója esetre természetesen, de azt mondjuk, hogy tehát mindenkinek nem nincsenek jó meg rossz ilyen típus attitűdök, hanem ezek lényben a település adottságaira, és a fenntarthatóságára épülnek. És akkor azt mondjuk, hogy kialakulnak ezek a szavak, mondjuk az egyszerűség kedve, hogy kedves, barátságos, meghitt, intim, stb. Tehát amikor, és azon túl, hogy mi már pozícionáltuk, hogy ez milyen értékű a település, mi, hogy értékesítem a településnek, nem csak a magát a települési termelés, mert jönnek a termékei, stb. És egyéb szolgáltatásai, ezek mind egyébként ennek az árazásnak a lényegében a részei, hiszen tudjuk, hogy nem csak azért a település, amíg egy egyszerű fagylatos dolog, nem csak azért, ugyanaz a fagylalt egy másik településen, vagy városban adható háromszor annyiért, mert ott a város annyival a vásárló fejében drágább. És elfogadja azt a relációt, hogy itt még a fagylalt is drágább. Visszatérve kialakulnak ezek a márka szavak, vagy magatartás szavak, és azt mondjuk, hogy majdnem azt mondom, hogy majdnem ilyen egyszerű az eset, azt mondjuk az építésznek, vagy a bármilyen tervezőnek, akár ilyen terméket tervez, hogy mindegy, tehát bookfencet is vethetsz. Egy dolog van az, hogy ezeket a parknak, a terveknek, a csomagolásnak, ezeknek az alapattitűdöknek, hogy ez, amit képviselünk, az meghitt, kedves, barátságos, értékes, lokális, stb. Ezeket képviselnie kell. Mindegy, hogy milyen eszközökkel, nem vagyunk szakemberek, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy itt most három fával több lesz, vagy kevesebb, de mi azt akarjuk, hogy ez ilyen legyen. És akkor valaki bejön, részben aki itt lakik, városlakó, ha is ugyanezt érezett, ezekkel a szavakkal menjen el a településről, azt mondja, hogy igen, megkérdezik, hogy mit mondaná róla, és azt mondja, hogy és ez maga a siker, akkor azt mondja, hogy ez meghitt volt, kedves, barátságos, értékes, stb. Tehát mindenkinek azon kell dolgozni, ennyire az építésznek is, vagy egy terméktervezőnek, hogy ezekből az attitűdökből lényegében ne énekeljék ki magát, de ez nagyon fontos, hogy ő magától nem biztos, hogy rá fog jönni, mert nem az a feladata, hogy ezt a kommunikációs problémát, vagy márközítés problémát feldolgozza, neki ezeket
a vezényszavakat vagy attitűdkivezetőket meg kell adni, hogy utána elvárható legyen az ő munkájától is, és egyébként pedig tudjuk, hogy mi ezt sugalljuk, és mindenki azon dolgozik, hogy ebből ne legyen eltérés. Itt természetesen nagyon fontos az, hogy létrejönnek termékek. A termékek azért nagyon fontosak egy település életében, nem csak azért, mert értékesíthetőek, és egyébként azért, mert ez a településen ebből emberek élnek, stb. Kommunikáció szempontból van egy nagyobb értéke és egy nagyobb veszélye is. Az, hogy ezek a termékek, ezek lényegében azt az attitűdöt, azt a gondolkodást, azt a minőséget a település konkrét helyétől függetlenül is képviselik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Komlóska vagy bármilyen település nevét, rá van írva, hogy Komlóska arra termékre, most hogyha az a termék, most ez nem mondom, hogy Komlóskai termékre volt a ciklen az jó, de azt mondom, hogyha nem jó, akkor hogyha azt valaki megkóstolja tőlünk 100 km-re vagy 300-ra, és egyébként nem volt még itt, tehát nem varázs, nem, nincs az a varázsat mellette, hogy toleráns, a kedvesen, olyan sok minden értelme, ami mondjuk ezt tompítja az éleslátását, akkor azt mondja, hogy fú, ez nem jó, és egy terméből így meg is ítélte azt, hogy annak a csomagolásából, ha éppen az nem jó, hogy az milyen. Ezért nagyon fontos, hogy még egy címkét, tervezünk egy címkét, egy csomagolás. Tehát ugye ugyanúgy abból is megint csak ez a fajta átfogóbb talán gondolkodás, hogy ott van a címke, megnézés, akkor azt mondjuk itt tőlünk 300 km vagy 500-ra, vagy Bécstől Párizs, megkérdezik, hogy na, akkor mondjon 5 szót erről a címkéről, mit gondol, hogy ez a település mekkora, mivel, tehát milyen az attitűdje, stb. Nos, hogyha azt mondja, hogy fú, ez egy rendkívül modern, dinamikus, nem tudom, óriási toronyházak vannak, ez innovatív, stb. Akkor valami nem stimmel, mert a többi is még nem a minőségről beszélünk, csak arról, hogy egy téves képet alkotott a településről. Tehát alapvetően, amik egy csomagolással kapcsolatban is abszolút elvárás az, hogy mivel az még nagyobb a veszély, hiszen az ott is képviseli ezeket az attitűdöket, ahol mondjuk mi nem vagyunk el, és nem tudunk egy ráerősíteni arra, hogy mi nem is úgy gondoltuk, meg mi mások vagyunk, csak az most nem sikerült. És tehát ott abból egy nagyon komoly olvasat, minden olyan dolognak nagy a veszélye, és az előnye is, ha ez jól sikerült természetesen, hiszen az ellenkezőre is tudok, mivel lehet-e példát mondani, amikor azt mondjuk, hogy azt se tudtuk, hogy létezik az a település, ettünk onnan egy sajtot, vagy ittuk egy pohár borsot, és azt mondtuk, hogy ez megrendítő, és hogy nagyon komoly volt, és el akarunk oda menni, mert ott ezt csinálták, akkor itt kapálta, így kapálják a szőlőt, így, stb. Az egy csoda hely lehet, és ott egy termékből a nagyon komoly hozamot lehet elérni egy termékkel. A kommunikáció az ilyen szempontból nagyon fontos, mert nem elég az, hogy tudjuk, hogy jót csinálunk, van erre egy vicc, amit én nagyon szeretek, bízom benne, hogy nem sokan ismerik fel, akkor annyira érdekes, az, hogy egy fickó elmegy az orvoshoz, és mondja az orvosnak, hogy van egy kis problémája, hogy ő kukoricának képzeli magát, és hogy nagyon fél, hogy ebből kifolyólag, hogy megeszik a tyúkok, és egyébként van egy ilyen, még erre rá is erősít egy olyan kényszerképzelet, hogy őt Kukorica Józsefnek hívják, és akkor mondja az orvos, hogy hát ez azért jobb lenne itt maradni, tehát nem hazamenni ezzel a problémával. Eltelik 2-3 hónap, megint megkérdezik, hogy na, van valami javulás, mondja, hogy hát az a helyzet, hogy ő még mindig úgy, tehát ő biztos, hogy ő kukorica, és még mindig fél a tyúkoktól. Megint eltelik egy pár hónap, megint megkérdezik, hát ő még mindig kukorica, és fél a tyúkoktól, és hát egyetlen Kukorica József az ő neve. Mert pedig egy fél év, mondja az orvosnak, hogy ez orvosnak, mi a helyzet? Azt mondja, hogy Kovács János vagyok, azt mondja, semmi. És azt mondja, kukoricát, semmi kukoricát, főt kukoricát szóltam elni, de semmi. Tyúkok, hát semmi, tehát nincs semmi igazom a tyúkokhoz. A orvos nem is elengedi, gyógyultam, és a fickó pedig egy 5 perc múlva, amikor kimegy, visszaszalad, és mondja az orvosnak, hogy ó, doktor úr, óriási, óriási baj, és azt mondja, micsoda ember? Azt mondja, hogy doktor úr, azt mondja, a kapuban van 3 tyúk. Azt mondja, hogy rendben, ne szórakozzon, hát maga már tudja, hogy nem kukorica. Azt mondja, én tudom, de tyúkok tudják-e. A kommunikáció egyébként, hogy mi sokkal képzelünk magunkról, és egyébként nem csak képzelünk, hanem ezek nagyon sokszor esetleg bízunk benne a jelentésben valós értékek. De az egy másik dolog, hogy ezt kifelé, ezt valóban nem tudjuk elég markánsan és hitelesen képviselni. Tehát ez maga a terméknek vagy a szolgáltatásnak az útja, hogy valóban, visszatérve az előző gondolathoz,
hogy valóban hitelesen, pontosan, jól definiáltan tudjuk-e a saját értékeinket, azt kommunikálni, képviselni, a megfelelő eszközöket válasszuk ennek a képviseletére, és ez valóban működőképes. Van még egy nagyon érdekes befejezésűre, talán érdekes probléma, mivel én mostanában viszonylag sokat foglalkozom, külön is, az az, hogy az autentikusságnak a problémája. Tehát az egy dolog, hogy mi egy értékes dolgot csinálunk, és most nem is abban gondolok, hogy a klasszikus marketing rés, amikor megkeressük, hogy hol van rés abban annak a szolgáltatásnak abban a szolgáltatásban, és elnézést, hogy ezt így mondom, biztosan sokan tudják, hogy tehát van ez a klasszikus marketingben, amikor azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy valaki valamit gyárt, és akkor azt mondjuk, hogy és találkozik egy szakember, és akkor a szakember azt mondja, hogy meg is az az elvárás a szakembertől, hogy a mi termékünket próbálja értékesíteni. Értékesíteni is, és úgy kommunikálni, hogy az értékesíthető legyen. És akkor az a dolga a klasszikus értelemben a szakembernek, hogy ezt megtegye. Ez a világ sajnos ez elmúlt. Jött a következő etap, ami arról szól, hogy megkerestük a szakembert, és azt megkérdezzük a szakembertől, hogy mit gyártsunk. Tehát erre van képességünk, vagy készségünk, és szeretnénk valamit gyártani. Mondja meg ő, hogy mit gyártsuk, már nem a mi kész üzletünket kell értékesíteni, hanem már ő mondja meg, hogy mire van szüksége a piacnak. Sajnos már ez is úgy kezd lecsengeni ez a sztori, hanem hogy van egy ilyen humoristától hallottam ezt a mondatot, hogy ha akar hívjon, ha akar írjon, ha nem akar, akarja. Tehát mondjuk ez a... És kicsit erről szól ez a portás helyzet, tehát az, hogy most már nem az van, hogy megkeressük a réseket, ahova a terméket lehet létrehozni, hanem a következő etap az, ami most a portás kommunikációban az, hogy rést képezünk. Tehát, hogy belegondolunk ez, hogy egy régebbi példával, amikor még nem biztos, hogy ezzel a szándékkal volt, tehát a fitness kultúra is, tehát nem létezett, a konkrét érdekes igénye volt, most pedig már nyilván egy iparág van rajta, amiben a gabonafehektől kezdve működőképes a vizeken, stb. Tehát néven képződött egy rés, ami korábban nem létezett, és utána azt föltöntötték szolgáltatással és termékekkel. Tehát nagyon fontos az autentikusság. Mert a harmadik esetben, amiről beszéltem, ez a kortárs helyzet, ott már bejön egy újabb helyzet, amikor azt mondom, hogy nem csak egyszerűen megkeresem a réseket, vagy résképezek, hanem azzal is résképezek, hogyha autentikus vagyok. Tehát valami olyan dolgot tudok másként, mint hogy a világ nem tudja. Mondok egy egyszerű példát, itt nem összet, sőt nagyon közel Tokaj közelsége, ahol például ilyen a világ számára szerintünk, vagy én hiszek abszolút benne, sokan hiszünk benne, ez a furmint. Tehát az, hogy egy olyan autentikus üzenet van volt a Magyarországnak a világ felé, ami egyértelműen autentikus, és egyébként nem kiváltható semmi másra. És a befejezésül, tehát az a gondolat, amit viszonylag többet foglalkoztat, az pedig az, hogy a vásárló fejében lévő úgymond ilyen márka rétegződés. Tehát az azt jelenti gyakorlatilag, hogy vannak egyszer az én olvasatomban a primér, a szekunder és a terciér márkák. Azt jelenti, hogy a primér márkák azok, amik én úgy fordítom le, hogy mintaadó márkák. Tehát ami egyébként önmagáért vásároljuk, nagyon sokszor az árát nem figyelembe véve, és hogy a filmes címmel a vártitokzatos tárgyai, tehát őket akarjuk, és úgy gondoljuk, hogy ebben kifejeződünk, megvalósulunk, és egyébként annak a birtoklása az valahogy még a személyiségünk, a mi értékeink, azok valahogy megnyilvánulnak annak a márkának a birtoklásában. Ez nagyon sokszor tudjuk, hogy ez nem a használati értékkel függ össze, egyéb presztízs, vagy mintaértékek vannak, de itt nem mindig az árról beszélünk, tehát például mondok egy egyszerű példát, hogy a rádiótelefonoknál az Apple az nyilván, vagy mobiltelefonnak az Apple az mértékadó, mintaadó termék, nagyon sokan nyilván követik is a piacon, de nem ő a legdrágább mobiltelefon a világon, mert vannak nála sokkal drágábbak is, mégis ebbe a szegmens az egyik legmértékadó, de ilyen mondhatnánk egy Hanske csapot, vagy sok minden más. Ezeket lényegében nagyon egyszerűen definiálva, ezek azok a márkák, amiket saját magunkért veszünk, nem valami helyet veszünk.
De ilyenkor nem csak arról beszélünk, nagy világtermékekről, mint a Nike, vagy ilyen cipőkről, akik azt mondja, hogy ha sportcipőt ezek, akkor Nike-t veszek. Tehát el tudom-e vinni azt a sztorit, hogy én vagyok az, aki az, aki a meghatározó és mintaadó. Ilyen például Magyarországon is van Tisza cipő. Az nagyon érdekes azért, mert hogy annak az ára még annyi közel, a Nike, és nem azzal az attitűddel vásárolják, hogy valami helyet vásárol, hanem azt akarják, mert olyan értékeket tudod fölmutatni, akár a design, az, hogy magyar, stb., ami miatt nincs ez a fajta érzés az ember. És vannak a szekundermárkák, ami szekundermárka lényegében arról szól, sajnos sok esetben, és itt nagy márkákról, világmárkákról is beszélünk, amiket akárhogy is veszünk, de mindig az az érzésünk, hogy valami helyet vettük. Ezt magunknak sem valljuk be, nem azt akartunk, de ez lehet az autókra, vagy bármire lehet igaz. Nem azt akartuk, tudjuk, hogy nem ő a meghatározó, nem is fognak úgy átnézni, mint aki egy a meghatározó mintadó márkáknak a sztoriában van benne, hanem ez is egy nagyon jó, elkezdjük mondani, hogy dehogy a fényezés és meg a műszaki fejlesztés, minden rendben van. De alapvetően már másra vágyunk. És ez miért nagyon fontos? Ez azért nagyon-nagyon fontos a márkaépítés szempontjából, mert a márkák leginkább nem a termék és már a kommunikációt, nem a termék és nem a gyár építi, hanem annak a felhasználónak úgymond az elkötelezettsége, rajongása, meggyőződése, hogy egy erős, jó történetben van benne, és ez a fajta rajongás, vagy nevezzük tisztelet, szeretete, stb. A márkának, és abban, hogy ő úgy gondolja, hogy ebben ő ki is fejeződik, ez egy olyan hozzáadott értékévé válik a márkának a későbbiekben, tehát a márka kommunikációban, ami egyébként egy olyan felhajtó erő, aminek az a legnagyobb veszélye, hogy a szekunder márkáknál ez nem felhajtó erőként jelentkezik, hanem nem kiadtam több millió forintot valamit, és nem vagyok rá büszke. Tehát mondjuk nem tudok mellette kiállni, nem dicsekszem vele, stb. És akkor van a harmadik elem, ez pedig a... És ebben is nagyon érdekes, vannak olyan... Tehát ebben is azért ezek nem zárt márka csomagok, vagy termékcsomagok, ezekben azért természetesen van átjárás. Tehát, hogy bejöhetnek olyan elemek, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy ő fejleszt egy olyan környezetbarát terméket, ami korábban ez az attitűd az ő márka képében nem volt jelen, vagy abban a szegmensek a márka képében, és vagy márka üzenetében, és onnantól kezdve, mint a felelősség tudatot, a felhasználó felelősség tudatot egy szekunder márkán is oda tudja emelni, hogy ez egy primér márkává tud válni, mert egy új értékes elemet emel be, ami egyébként azon lehet megint azonosulni, hogy én büszke vagyok, hogy egy ilyen sztoriban részt veszek. És vannak a terciár márkák, amik lényegében markás márka képpen nem rendelkeznek. Ezeket nevezzük nagyon sokszor ilyen árértékarányos terméknek, biztonságos termékek, semmi gond nincs velük, viszont nincsen hozzá, még az a képzet sem alakult ki, mondjuk a szekunder márkáknál, hogy ezek műszakilag ugyanabban a szinten vannak fejlettségben, csak valami miatt nem úgy referálja őket a világ, mint a mintaadó márkákat. Illetve valami nevezéssel beszélgetek ezen a kérdésre. Nagyon szívesen válaszolok. Komroska, a delfin és a cápa között. Más a delfin. Azért a delfin sem annyira. De azon, hogy mindenki kell meghatározni, az volt a... Szerintem őnek kell nekünk kell meghatározni, hogy mivel delfinek tudjuk hozzá. Igazából én arra lehetem volna kérdés, hogy Komroska milyen autómárkát választott. Hú az! Még nem választott. De még nem választott. Hány ilyen település képmarketinget vagy brandet csináltatok eddig? Hát nekünk nem a település a fő elemünk, tehát mi mondjuk, amivel várossal borban több borvidéki stratégiát is írtunk, a több az, hogy három, és a településben mi Egerrel foglalkoztunk elemzően, és Hennel Szent András Adalbeten termékfejlesztéssel foglalkoztunk elsősorban, és Szomonoska, de mi többnyire, tehát egyéb más építésben voltunk benne. Abban viszont
sok-sok-sokban, amivel viszonylag dinamikusan vagy sűrűn foglalkozunk, az égő Tokaj, mit terveztük, vagy interesztem az új, tehát a szárazboros üveget is, és ugye a Tokajban viszonylag erősen jelen vagyunk. Már úgy értve, hogy nem a település, hanem mint volt vidék, egy csomagolást tekintetben, meg rengeteg csomagolást terveztünk, hát amik a pont a borral már több mint 800 címkét terveztünk, és céges arcadatokat is azokat viszont több mint 200-at, és meg hát ilyen nagy országos márkáknak az építésében voltunk benne, úgy sörben, mint borban, meg egy húsipar, tejipar, sok mindenben. Bárkinek van egy kérdése? Köszönöm, valami messze. Most nem sejmezni akarok, de ez a legkomolyabb. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy egy... szóval azt gondolom, hogy elnézést a kifejezésre, de szóval márkák jönnek, mennek, a pozíciókat változtatják, tehát egyszer az, láttunk már olyat, hogy egyszer egy luxus márkából mainstream márka lett. Tehát ezek ilyen, és alapvetően az egy céget képvisel, annak a termék, nem akarom jelenti, hogy nagyon szeretjük csinálni, mert nagyon komoly ügy egy márka, főleg amikor mondjuk olyan márkáról beszélünk, ami nem csak az országhatárokon belül van, de egy település az összehasonlítottan ez részben ott fog állni, és az, hogy mondjuk van egy településnek, van egy történelme. A történelme egy település nem ott kezdődik, mint mondjuk egy terméknek a történelme. Most nyilván vannak, nem tudom, termékek, a 16. századtól működnek, nem ismerünk olyan túl sokat. De egy olyan település, ami mondjuk működik már több száz vagy még régebb óta, és annak abban a nevezzük nyugodtan, hogy talán lehet, hogy felejtős, de nem gondolom, abban a történeti vagy történelmi szituációjában, amiben most vagyunk, abban az ember valamit csinálhat, az egy ilyen akár komus vagy más esetben is egy ilyen régi település, azért ez egy nagyon nagy dolog. Ez olyan, mint hogy mondjuk nem tudom, vannak polgármesterek, nem tudom ki pontosan, de amikor néha bele szoktam gondolni, hogy még van egy több száz éves, 5-6-700 éves település, és akkor annak a településnek vagy belekerül a történelmébe, hogy ki mikor volt polgármester, és ugyanaz, hogy nem csak az, hogy ki mikor volt polgármester, mit csinált, az jót csinálta, tehát például, és ezt nevezzük például, hogy nem vagyok győződve, hogy ez a Tokaj, Zemplén, stb. Tehát mondjuk az, tehát egy aranykorban vagyunk, ami lehet, hogy nem úgy tűnik, hogy ez most az, de hogy azt gondolom, hogy olyan innováció, akár szellemi, akár financiális történik, ami azt gondolom, hogyha egy picit jobb távolodunk a konkrét helyzetünktől, hogy nagyon-nagyon benne vagyunk. Nekem, mint kívülálló, sok inkább azt látom, hogy egy rendkívül perzső, tenni akaró dolog, és nem csak arról van szó, hogy mekkora van támogatás vagy nincs, hanem az, hogy a tervekészség, azt látom, hogy ez nagy, és ez most nem csak valamilyen ilyen gondolom sejmezés, hanem konkrétan ezt látom, hogy és a kisebb településeknek végképp azt látom, hogy ez a klasszikus alulról dolgok, hogy nincsenek, azt látom sokszor, hogy nincsenek elvárások, és mégis működnek ezek a dolgok, és mégis akarnak tenni ezek a települések. De mondom, hogyha hosszasan válaszoltam, amit ami legfontosabb az, hogy ez egy több száz éves településnek a mostani szituációban egy picit ott jelen lenni, és ott kicsit felenzősen, de nyomot hagyni, bízunk benne egy pozitívat azon, hogy ezzel az más, mint hogyha egy ipari cégnek csinálnak, azt is szeretjük tisztelni, de mondjuk ez egy más dolog. Én egy kicsit a Lacitól is kérdezném, hogy kb. 10 emberrel beszéltem az elmúlt héten, hogy Kondoskára jövünk. A 10-ből mondjuk 2 nem tudta, hogy merre van, és rákérdezett, hogy hol van. 8 meg 1-ből azt mondta, hogy adóparadicsom. Az adóparadicsom van. És ugye most, amit itt tapasztaltunk, az egyáltalán nem erre mutat, hogy ez lenne a brand, vagy adóparadicsom. Hogy ezzel hogyan tudtok megbirkózni, vagy meg akartok-e birkózni, hogy másfelé elvinni a települést. Mert nyilván az egy kezdeti anyagi bázis a történet, és nem a mostaniból meg az látszik, hogy nem erről akartak elhíresülni. De ez bevésedett, mondom, tehát nagyon sok ember, 10-ből 80 tényleg ez ugrott be nekik, hogy az adóparadicsom. Nem véletlen. Átléptük a 2000 szállítmányozó eszközt a múlt héten, tehát 2010 kamionja van Komlóskának. És hogyha az autópályákon megyünk, akkor fel vannak írva hatalmas betűkkel, hogy Komlóska.
Na most egy 25 ezer éves múltal rendelkező település vagyunk, amelynek a címerében egy ökrös szekér van, ami egy haladó ökrös szekér. Tehát azt jelenti, hogy előtűnő ökrös szekérről van szó. Ezen már gondolkodtam, és mondtam is a Gézának, hogy lassan le kéne cserélni az ökrös szekeret egy kamionra. De most mi nem ebben akarunk foglalkozni, ez most a vicc része volt. Hát tényleg az a lényege, hogy van Kunduskának egy fejlesztési elképzelése, amit én értem 100 oldalban. Molnár István beszélt Kunduska turisztikai fejlesztéséről, ami közel 1000 oldal. És akkor ezek mind-mind azokon a történelmi alapokon alapulnak, amiben az elmúlt 25 ezer évben élt a közösség. Most van egy gazdasági helyzet, van egy adóparadicsom lehetősége, ami mondjuk ki, hogy egy kényszerhelyzet volt, mert teljesen kilátástalan volt a falunak a lehetősége. Ennek a tovább élésén dolgozunk, és az a lényeg, hogy mi lesz akkor, amikor már minden kunduskai kezdeményezést kinyírnak. Ugyebár az adóparadicsomot kezdik kicsinálni, a polgármestereket kezdik kivégezni, soroltam tovább mennyi minden módon, úgyhogy mostanában már nem is osztjuk meg a hírekben, hogy milyen újszerű kezdeményezők vannak, nehogy azt is tönkretegyék. Ez a magyar betegség, hogyha van valami jó dolog, akkor azt próbáljuk már minél hamarabb tönkrevágni. És tehát arról is beszéltünk, hogy Kunduska hozatott néhány kormányrendeletet az elmúlt években, meg határozatokat pozitívan, de hoztak ellenünk is, amit kimondottan Kunduska miatt hoztak meg. Úgyhogy ez egy állapot, amiben most vagyunk, viszont ezt az állapotot ki kell használni és tovább kell építeni. Tehát Kunduska egy folyamatban van. Tehát azt jelenti, hogy volt egy időzőjelbe vett népességi virágkora az 1940-es évek közepén, amikor 1200 ember élt ebbe a faluba. Aztán felszámolásra ítélik, jön egy nagyon komoly hanyatlás, jön a rendszerváltozás, amikor visszakapjuk az önrendelkezési jogot, aztán jön egy következő szakasz, amikor ebből az önrendelkezési joggal kezdve elkezdünk élni. Megteremtjük az intézményrendszerünket, megteremtjük a gazdasági környezetünket, az infrastruktúránkat, elkezdjük megépíteni az önellátásunkat, és elkezdjük megvalósítani az önfenntartásunkat. Tehát igazából ez egy nagyon komoly és nagyon komplex dolog, és ezért a legjobbakkal dolgozunk, és azért fontos is a Gézát, és azért vontuk be ebbe, és azért vannak itt például az intézményvezetők, itt van a képviselőtestület, itt vannak a helyi termelők, hogy lássák azt, hogy ezért a kunduskai márkáért nem csak a nagyapáink dolgoztak, hanem dolgozunk most, ma is, és nem csak helyek, hanem a külső közül is a lehető legjobbakat bízzuk meg. Én úgy gondolom, hogy az adóparadicsom még egy darabig fenn fog állni, és az adóparadicsom egy biztos anyagi hátteret biztosít ahhoz, hogy mondjuk Ipacs Gézáikat meg tudjuk bízni egy ilyen munkával, mert ez egy önerős megbízás történt ebben az esetben. És például a Zemplén helyi termékklaszterhez is önerőt kellett hozzátenni. Ezeket mind az adóparadicsom tette hozzá, és az ebből befolyt bevételek, mert különben nem lenne óvodánk, nem lenne bölcsödénk, nem lenne az ország egyik legkisebb iskola, és még sorolhatnám, hogy mi minden nem lenne a faluban, hanem lenne adóparadicsom. És nem titkolt szándékunk, hogy úttörőként 5-10 évvel a korunk előtt haladva, jó nagy pofonokat kapva, aztán föltápászkodva, újraindulva, megmutassuk azt az irányzatot, ami szerintem meggyőződésem, hogyha egy 25 ezer évig lehetett ebben a medencében élni, és más településeken is több száz éves történelmi múltal lehet élni, akkor jelen pillanatban az irányzat a rossz, ami megpróbálja felszámolni a falusi közösségeket, és városokba tömöríti az embereket, és elszippantja a humán erőforrást a falvakból, illetve megvonja a támogatást azoktól a közösségektől, amelyek tulajdonképpen most már a magyar társadalomnak is befizetői, nem pedig haszonélvezői azoknak az adóforintoknak, amelyeket megtermel egy adott falusi közösség. Ez nagyon meglepő, a Magyar Falu Szövetség vezetőségi tagjaként én is ledöbbentem azon, hogy a magyar falva még azt sem kapják vissza, amit ők maguk megtermelnek az adott kis településen, például adóforintokat. Hát ilyen szempontból lehet, hogy hosszan beszéltem, de ez egy komplex dolog. És ennek a komplexitása, amit el is mondott Géza is a vízben, de ugyanezekről beszélt István is, hogy nem elég magunkról tudni, hogy jók vagyunk. Tehát ezt el is kell tudni hitetni a környezetünkkel, és fel kell hozzá építeni egy márkát. Tehát ez most abban a szakadban vagyunk, hogy rá kell vezetni az embereket, és mi, mint önkormányzat például csak arra törekszünk, hogy megmutassuk a mintát. Az első falusi szállását az önkormányzat nyitotta, ma már egyre több szállásaink van.
az első helyi termékeket megint az önkormányzat készíti, de nem az a cél, hogy mi legyünk az önkormányzathoz elő. Én megígértem az enyémnek, a közmunkásoknak, hogy ezében elengedem a kezüket. Tehát ha lehet, akkor már ezében 5 szociális szövetkezetet fogunk létrehozni, hogy az embereket érdekelté tegyük abban, hogy ők termeljék meg a saját jövedelmüket, mert különben zsákutcába fogunk jutni. És ehhez viszont már kell egy olyan márka, és nem akkor kell majd kaparászni, amikor már megvan a termék, hogy akkor mit csináljunk vele, hanem azt már most kell kezdeni fejleszteni, hogy amikor már elkészül a termék, az már olyan csomagolásban legyen, és olyan helyekre jusson el, ahova erre szükség van. És ezért fontos, és ezért jó, ha ilyen szakemberek vannak itt, akik kívülről ránk néznek, és azt mondják, hogy figyeljetek, van egy kis rendszerhibátok, mert hogyha előtt a villamos, akkor mi lesz velem? És én is ezt egy gyakrabban mondom a kommunistáknak, hogy mi lesz akkor, hogyha engem előtt a villamos. Tehát igazából mindenkinek ki kell venni a részét a településfejlesztésből, és mindenkinek meg kell, hogy találja a maga helyét ebben a közösségben, úgy, mint ahogy régen is megvolt. És ezt nem nagyon kellett is noszoktatni senkit arra, hogy mikor milyen feladat van és mit kell ellátni. Tehát igazából így egy nagyon komplex dologról van szó, és azon örülök, hogy azért próbáltunk ilyen előadásokat is hozni, hogy lássátok, hogy Komlóska sokkal mélyebb és sokkal összetettebb dolgokat, és ezeket nem mindig visszük ki a köztudatba, megmondom őszintén, nem is fogadó rá a média sem erre. Tehát, hogy erről beszéljünk, hogy lehet egy falut megmenteni. Az hír, hogy most van itt 7000 kamion, de az már nem hír, hogy hogyan tudjuk ezt a közösséget életben tartani, és hogyan tudjuk működtetni. De ezt is kommunikálni kell, és az a fontos, hogy először is helyben termeljünk magunknak, ide hozzuk a vendégeket, és egyék meg, és fogyasszák fel a komuskai termékeket, de el fogunk jutni arra a szintre, amikor majd Milánóban, meg Berlinben, meg New Yorkban, meg reméljük, hogy a világ minden részén kezébe veheti majd az ottani polgár a terméket, mert az lesz írva, hogy Komlóska. Vagy Japánban, vagy azok a vendégek, akik Japánból, vagy Angliából, vagy Franciaországból jönnek ide, azok majd elvihetik azt a terméket, ami Komlóska, és büszkén oda tudjuk neki adni, és amikor ő majd hazamegy az ő kis közösségéhez, akkor abban büszkélkedhet, hogy ő... És mi mondhatjuk azt, hogy Mercedes szeretnénk, tehát én legalábbis, én mindig is így dolgozom. Kecskemét imádtam. Igen. Hát akkor mi is tudom ilyen, akkor Jaguar, vagy valami, majd kitaláljuk azt a terméket, amit szeretnénk. És összességében csak annyit, hogy semmi sincs véletlenül Komlóskán. Tehát ezek mind tudatosan, mind szándékosan így vannak kialakítva, és ezt már a legkisebbeknél próbáljuk beletanítani a gyerekekbe, hogy igenis legyen felelősségük abba, hogy a jövőt nekünk kell megépíteni, de senki nem fog hozni 100 milliókat, hogy kedves barátom, itt van, költsd már el. Tehát ez nem így működik, ezt is nagyon jól tudjátok. Viszont a fejlesztéseket pedig csak céltudatosan és a lehető legjobb minőségben kell megvalósítani, és ez nagyon fontos, hogy ilyen nagyszerű embereket vonjunk be a munkába. Én bocsánat, egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, említetted ezt a villamosos példát akarok megragadni, de egy picit, tehát azt látjuk egyébként, hogy alakulnak ki, és szeretnék pár magatot, hogy alakul ki egy rendszer, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy kisebb, nagyobb településeknél ez nagyobb problémát jelent általában. Az, hogy mi tudjuk, hogy mi csináltunk egyre egy tervet, és ez szerintem nagyon kiválóan sikerült Egerben. Akkor az volt, hogy azt láttuk, hogy ha azt mondjuk, hogy ez még az Egri márka, ez egy egységes márka, és hogy mindenkivel tudatosítani kell, valaki jobban dolgozik, a rendszertől is, hogy nem nincs az, hogy valaki a fürdőigazgató, hanem egy márkát építő is, hiszen effektíve ez egy erős márka, aminek egyébként az előnyei, hogyha ez jól van kezelve, akkor rá fognak sugározni az a fürdőigazgatónak a működésére, nem az, hogy személyesen, hanem a fürdőnek, a színházas erő működésére. De az nagyon fontos, hogy ez igaz egy akár a városgondozástól kezdve a vagyonkezelőnek mindenkire, de mindenkinek azt tudni, hogy egy márkát építenek, nem azon belül, hogy építik a saját tevékenységüket, amivel meg bízva, ebben cégüket, mármint az önkormányzati, de nagyon fontos, hogy mindig az jön le az a fajta közösségi tudat, hogy egy márkát építünk, és ha valamit nem jól csinálunk, akkor azt a márkát elodáljuk. És nagyon érdekes, hogy ott Egerben egy teljesen nagy arcati váltás történt, amikor leváltottuk nem én, csak a javaslat volt, hogy a városi márkát, és azt mondtuk, hogy akkor innentől kezdve pont ennek a gondolatnak az elmélyítése véget, legyen egy egységes EGRI logó, nevezzük logónak, mert hogy az
adatokat, egyébként inkább arculat, és akkor azt mondjuk, hogy a szervezetek azok, amik idáig saját logókkal, meg arculatokkal bírtak, már tőkormányzati szervezetek, ezek mind lényegében úgy jelennek meg egy egységes, jelezik egy márka logó alatt, mint csak egy divízió. Tehát megszüntettük a saját logóikat, és azt mondtuk, hogy mondjuk van egy tudom, szóval termálfürdő, akkor azt mondtuk, hogy Eger termálfürdő, lehet, hogy korábban még, persze, hogyha valaminek volt korábban is neve, mint a Károly Géza színes, az megmaradt a neve, de ebben a logókat lecseréltük, lett egy egységes Eger logó, és lényegében ezek a különböző szervezetek, intézmények úgy kerültek be, mint egy divízió. Na és akkor ide miért csatlakoztam ide? Azért, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy ha egy egységes márkát építünk, akkor ezek mondjuk úgy tűnnek, hogy csak arculat elemek, de akkor megvan a veszélye annak, hogyha mondjuk tudjuk, hogy akár mindenfajta váltások, leváltások történnek, és akkor az van, hogy ott kezdik rögtön, akkor meg nem rögtön, de ott benne van a képletben az is, hogy rögtön leváltjuk az arculatot. Tehát meg nem is tetszik az előző, meg az előző terveztette, meg az nem is jó menet. És akkor az van, hogy egy városi arculat is, vagy helyi arculat ki van szolgáltatva annak, hogy a különböző változó pozícióban lévő embereknek milyen az ízlése, egyáltalán ehhez való viszony a vizuális dolgokhoz. És akkor és ki van szolgáltatva egy ilyen központi megjelenés annak, vagy egy fontos cégnek a megjelenése, mondom, hogy éppen neki milyen irány tetszik. És akkor ez megint csak úgy, hogy ez erodálja ezt a központi márkaképet, és azt gondolom, hogy egerben ez kiválóan sikerült, hogy ezeket már nem nagyon lehet meg, egy központi arculat van, akit a tagozódnak, és lényegében nincs az a veszély, hogy mondjuk egy intézménynek az arculat az ki van szolgáltatva, mondjuk annak, hogy nem csak ez a másod is, egy változó vezetői pozíciónak. És arra mondom, hogy akarja reflektálni, hogy nagyon fontos, hogy egy rendszert alakítsunk ki, ami nem annyi, tehát nyilván bizonyos emberek nagyon sokszor tényleg nehezen pótolhatóak, de igazán akkor jó ez a rendszer, hogyha minél több olyan protokollal működik, amiben kiválthatók az emberek, és mondjuk a márka nem gyengül vele. Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget.